Különleges könyvbemutatóra voltunk hivatalosak, a Blik újságírója Szabadi Klaudia Haj meg Tuszi című könyvét mutatta be. A ruandai mészárlásról szóló kötet egy kétnapos utazás történetét mutatja be megrázó részletességgel. Nagyon sok volt az élmény, az élmény szó negatív élmény, a megrázó élmény, hogy úgy gondoltam, hogy ez újságcikkeknél, akár egy sorozatnál is sokkal többet ér, ez megér egy könyvet, akár úgy, hogy a szöveges része nem túl hosszú, a képanyag ugye sokkal több benne, én azokat a sztorikat írtam le, amiket ott hallottam. Az 1994-es véres események emléke több mint 20 évvel később is elevenen él az emberekben. A II. Világháború után történt egyik legnagyobb és legkegyetlenebb népírtást, valószínűleg soha nem lehet kitörölni az emberek emlékezetéből. A történteket hallgatva az újságíró is sokszor csak némán ült. A válaszokat még ma is keresik egyébként kint ki Ruandában is, tehát az érintettek is. Igazából az az örök kérdés, ami bennem is felvetődött kint, túl azon nagyon-nagyon sokszor nem, tényleg vissza kellett fogyani a könyveimet, mert olyan megrázó volt, azt hittem, hogy igen, nem tud Afganisztán, meg ilyen helyet után megrázni semmi, de meg tud. A legfontosabb kérdés az, amit a ruandaiak is nagyon fontosan tartanak, hogy miért nem védekeztek. A csütörtöki könyvbemutató másik vendége Kembe Sorel színész volt, aki Gulyás Leves Négercsókkal című kötetét dedikálta. Az önéletrajz ihletésű könyv blokkokban dolgozza fel a színész életét, és főleg az identitás, valamint a hovatartozás kérdéseit feszegeti. Most már annyira belém ivódott ez a két kultúra, így a magyar is, meg a kongói is, hogy ha véletlenül valamikor elfejteni, mert itt az a kettő jelen van bennem, akkor biztos, hogy előszedek valamit, ha más nem egy receptet, ha más nem az unokölcsém fölhívő telefonon kintről, és akkor már visszazökkent a történetben. Ha valamiért egy kicsit kiábrándulok az itteni létből, akkor ott tudok kapaszkodót találni, és az ottani létből ábrándulok ki, akkor itt tudok kapaszkodót találni. Szóval ez itt teljesen jó, mert megvan. Tehát az embernek nem csak egy gyökere van, hanem kettő, így sokkal stabilabban áll. Lenne még egy harmadik, akkor nem kéne egyensúlyozni a kettő között. És hogy Sorel szerint melyik történet a legérdekesebb? A legmarkánsabban jelenlévő történet, ami még mindig bennem van, az 90-es évek eleje, amikor voltak ilyen fickók, akiket úgy hívtak a skinhead. És nagyon sokat verekedtünk velük az utcán, és ők folyamatosan azzal jöttek ugye annó, hogy mit keresel itt, elveszed nem tudom mi munkahelyet, elveszed iskolahelyet, stb. És aztán így én folyamatosan próbáltam beszélgetni velük erről, hogy ez nem így van, tehát én nem beszélgetek semmit, én itt vagyok otthon, és aztán nem kell erről beszélgetnem tovább. Tehát nekem gyakorlatilag ez a olyan mélyebben érintő történet ebben az egészben, túl azon, hogy vannak érdekesebb helyzetek is nyilván a könyvben, aminek a végén felteszünk egy olyan kérdést, hogy ez miért lehetett?